Az egykori barokk majd többször átépített és megtoldott Holicser kastély a Bakony szívében fekvő Csetény község büszkesége. A 18. századtól a 19. század közepéig az eszterháziak tulajdonában volt, akik főként nyaralóként és vadászházként használták az egykori barokk kúriát. Az épület nagyobb átalakítására 1852-től 60-ig került sor, miután eladták a kor egyik legnevesebb klasszicista építészének, Zitterbát Mátyásnak. A következő 30 év alatt számos alkalommal cserélt gazdát az időközben víztoronnyal is megtoldott kastély, majd 1891-ben került Holicser B. Lipót, bécsi üzletember kezébe. Lipót fia, Károly, mintagazdasággá fejlesztette az uradalmat. A kastélyparkba egzotikus növényeket telepítettek, tenisz és röplabda pálya, valamint galambház is létesült. Az ekkor már 27 szobát számláló rezidenciát egy emeletes szárnyal is kibővítették. Az államosítás után egy ideig közintézményként funkcionált az épület, amelynek teljes renoválása 2021-ben fejeződött be, így végre újra régi fényében tündökölhet.